Tavaly évvégén hazai és uniós források bevonásával kezdődött el a magyar rendőrség gépjármű parkjának fejlesztése. Külön rendelésre egyedi felszereltségű autókat kaptak a munkájuk ellátásához. Az országos átadó több megyei szintű is követte. Miskolcon a megyei rendőrfőkapitányság vezetői mellett részt vett Demeter Ervin kormány megbízott és Török Dezső a megyei közgyűlés elnöke is az átadáson. 28 járművet állítottak szolgálatba. Az útnak indult autók közül kettő érkezett végül Sárospatakra. A sárospataki rendőrkapitány az elmúlt időszakban kettő darab szolgálati gépkocsit kapott, mind a két szolgálati gépkocsi új gépjármű, az egyik egy Mercedes gépjármű, a másik pedig egy Skoda Octavia szolgálati gépkocsi. Mind a két gépkocsi megkülönböztető jelzéssel ellátott, ez azt jelenti, hogy mind a két gépkocsi közterületi szolgálatot lát el. Az egyik gépkocsit a közlekedési kollégák használják, a másik gépkocsit, az Octaviát pedig a közrendvédelmi járőrök használják napi szinten. A rendőrség internetes oldalán azt is olvashatjuk, hogy a járőrgépkocsikat a korábbi beszerzésektől eltérően speciális rendészeti felszereltségi csomaggal, lövedékálló mellénytárolóval, LED technológiás elemlámpával és töltővel, kiegészítő megkülönböztető jelzéssel látták el, a szélvédőket pedig hővédelemmel bíró biztonsági és sötétítő fóliával vonták be.